a 10-es lista helyen, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt képviseletében pedig Tóth Imre, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, kicsit kiszáradt a torkom. Hát szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlök minden kedves állandó M1 nézőt, mind a 18-at. És én nagyon örülök, hogy meghívtak ide, hogyha már rádiókabaréból ki vagyok tiltva, akkor itt legalább a közéleti kabaréba, vagy közéleti kabarévási lenyitott epi választásra, vitára eljöhetek. De előtte nem tudom, hogy lehet-e így időt kérni, nem lehet, igaz, hogy nem állítjuk meg az órát, hogy nagyon fontos lenne, hogyha azt a kamerát, amik engem vesz, hogy nem tudom, mondat tudunk-e küldeni egy rendőrszázadost, hogy leolvasnánk a sorozatszámát, az nem lehetséges, hogy mert mégiscsak furcsa lenne, hogyha egy körözött kamerával vennének fel bennünket. Nem tudom, hogy az-e, csak tényleg kellemetlen lenne egy kicsit. Köszönöm szépen. Még 9 másodperce van, hogyha azt kihasználja. Hát akkor üdvözlöm Németh Balázst is, aki személy, számomra viszont az ő személye garancia arra, hogy itt ki lesz maxolva a közszolgálatiság. Köszönjük. Jön a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, bocsánat, azt írják a honlapjukon, hogyha kijutnak az Európai Parlamentbe, akkor megpróbálnak ott is igazat mondani. Mi az igazság Európa védelme és biztonsága kapcsán? Hát mi nem vagyunk egy harci kutyák, mi nagyon szeretjük a békét, de 2024-et érünk, és itt a cyber security talán még fontosabb, a kiberbiztonságban. Nem szeretnék külföldi szavakat használni, mert egyrésztről egy állandó nézőit is ugye nem szabadnánk elengedni, másrésztről a jel Tamás itt a sarokban, ahogy sztrókot kapjon, mire lejelöli a cyber security szót, amit most megint kimondtam, úgyhogy megint ki kell jelölnie. A kiberbiztonság, most ugye a külügyminisztériumban kibejárkálnak az orosz hackerek, mi arra gondoltunk, hogyha már úgyis ott vannak, akkor alkalmazni kéne őket, fel kéne venni, lehetne egy versenyt rendezni, hogy aki hamarabb feltöri, mondjuk most mondok egy random nevet, Dzsudzsák Balázsnak a külügyminisztérium e-mail címét, akkor az megnyeri a versenyt, és akkor alkalmazzuk. A másik, hogy van itt az M1 híradója, amit én nagyon sokszor nézek, nagyon sokat nevetek rajta, nagyon jó tollú humorista kollégák írják, és azt látom, hogy ott az M1-en, ugye, hogy a Magyarországot kerítjük most körbe különböző kerítésekkel, és közben azt hallom, hogy Európa legnagyobb ellensége az maga Brüsszel. Na most, hogy a Fidesznek és konkrétan Dajs Tamásnak és hál' Istennek sikerült megállítani a Brüsszelt, most, hogy nem mozog most, hogy áll, na most kellene egy kerítéseit gyorsan körbekeríteni, és ahogy Lázár János a szavait idézem, az ott kokainon élő bürokrat ne tudjanak kijönni, kimászni, lecsúszni különböző csatornákon. Kedves Dajs Tamás, elnézést kérek Lázár János szavai miatt, valószínűleg az ott kokainon élő bürokratákat valószínűleg nem őre értette természetesen, már hogy a bürokratát. Van még 17 másodperc. 17 másodpercen maradt, akkor nem tudom, akkor örülök, hogy itt vagyok. És akkor elmegy majd a 10 másodperc. Köszönjük szépen. A viccnek van helye, de a személyeskedésnek nincs. És akkor továbbra is bevándorlás és menekültügy, Magyar Kétfarkú Kutyapárt, parancsoljon, Tóth Imrét hallják. A kutyapárt alapvetően elfogadó, és nem feltétlen bevándorlás ellenes, de természetesen hát szervezett keretek között. Az MKKP is azt gondolja, amit már elhangzott, hogy Magyarországnak egyáltalán jelenleg legalábbis nem bevándorlási problémája van, hanem kivándorlási. Nagyon sokan elmondták, hogy mennyi ember hagyta el Magyarországot, hány hazánk fia, és jellemzően nem a hülyék mentek el, hanem az értelmesebb emberek, akik tanultak, fiatalok, tanárok, orvosok. Egyébként az orvosokra a Kétfarkú Kutyapártnak lenne egy ötlete, hogy akik távoznak orvosok, azok vigyék már magukkal a betegeiket is. És hogyha ez egy ilyen win-win szituáció lenne, ugye mert az orvosnak megmarad a klientúrája, a betegnek meg nem kell itthon elpusztulni kórházi fertőzésben, meg nem kell 3 évet várni egy tiltprotkóra, illetve hát a költségvetés is fellélegezne egy kicsit. Már hát ugye amennyiben ez a költségvetés fel tud lélegezni, mert úgy tudom, hogy a márciusra konkrétan felborult, mint a húgyos Bili.
Ez együtt lássuk be, hogy Magyarországon természetesen vannak migránsok, a kormánytól viszont volna egy nagyon jó ötlet, hogy egyszerűen átnevezte őket vendégmunkásoknak, hogy elhangzott itt, hogy 120 ezer, 200 ezer, nem tudom milyen számokat dobálozzunk itt. Az biztos, hogy én Debrecenben élek, és ott az ott 7 darab akkumulátorgyárba 40 ezer migráns minimum fog érkezni. Erre tényleg hagyok időt az én 2 percemből a nézőknek, és arra egyébként, amit senki nem mondott, még borzasztóan kíváncsi vagyok, hogy az a 40 ezer, gondolom zömében heteroszexuális úriember kivel fog szexelni. Ez bennünket borzasztóan érdekelne. Azt hiszem, az idő meg megint lejárt. A Kutyapárt következik. Önöknél közösségi programalkotás volt. Mit alkotott a közösség a mezőgazdasággal vagy a jogállamisággal kapcsolatban? Milyen programjuk van? Közben azért visszautalnék itt a kollégákra, hallgatom itt a kollégákat, és azon gondolkoztam közben, hogy Dajs Tamást így élőben hallgatni még kellemetlenebb, mint a Facebookon, mert ott csak annyi van kiírva, hogy ennyi, és azt így tovább lehet tekerni, itt meg végig kellett hallgatnunk. A mezőgazdaság vagy demokrácia, ez a kedvenc témám, amit lehetett választani, vagy igen, az egészet egybe. Mezőgazdaság vagy demokrácia, mintha nem lehetne egybe a kettő. Ügyes egyébként, mert végül is a Fidesz 14 éve ezen választás elé állítja a vidéki embereket. Ezt a heti hetesben lennénk, most el lehetne játszani, hogy sajnos nincs hozzá ugye mikroportunk, de hát kb. Ez így hangzik, hogy Józsikám, hogyha akarsz te közmunkában dolgozni, akkor dolgozhatsz a földjeinken, de hát akkor tudod, hogy a szavazó fülke magányában kire kell majd húzni az X-et. Amiért egyébként nem viccelne a kétfakú kutyapárt ezzel a témával, az azért van, mert a Magyarország mezőgazdasági adottságai kiválóak. Itt már említették Hollandiát. Hollandia, ami fele akkora, mint Magyarország, a világ második agrárexportőre. Évi 100 milliárd dollár, nagyon sok pénz az M1 nézőknek mondom, exportálnak évente. Óriás pénz, óriási sokat kaszálnak. Mi is lehetnénk ilyen komoly szereplő, de hát úgy néz ki, hogy a 40 koronás aranykoronás földjeinkre akkumulátorgyárakat építünk, és az akkumulátorra csak egy probléma van, hogy az olyan, mint a traktor, hogy rohadt nehéz lenyelni. És egyébként javasolnánk nemzeti konzultációt erre, amit gyakorlatilag így lehetne megfogalmazni, hogy ön mit szeretne enni a 40 aranykoronás termőföldjeinkről, házi kovászolt kenyeret, A vagy B, lapos elemet. Köszönöm. Kedves M1 állandó nézők, illetve azok a magyarok, akik csak katasztrófa turisták voltak itt ma, az MKKP sajnálja a legjobban, hogy ezt a vitát most itt el kellett bohóckodnunk, de ez tényleg így van. De abban bízunk, hogy önök tudnak a sorok között olvasni, és nagyon fontos tudni, hogy a viccelődést megint nem mi kezdtük, hanem az MTVA szorított olyan keretek közé bennünket és ezt a műsort, ami teljesen alkalmatlan a vitára. Egy percet kaptunk arról, hogy itt 11 ember válaszolgasson egymásra. Ez tényleg vicc. Lee Marietta, a listavezető, pont ezért nem jött el ide, viszont el fog menni elsőjén az ATV vitára, még egyszer mondom, az ATV nem itt tudják megnézni. A Partizán vitáján is ott volt, és mindenhova elmegy, ahova hívják. Ne felejtsék el az MKKP egy cselekvőpárt ígéretekben. Nem annyira erős, hanem tettekben szavazzanak rá. Köszönöm szépen, és most időjárás Torockai Lászlóval. Köszönjük szépen. És nem időjárás következik. Viszont Torockai László következik.